mı koymadı? Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Kedves testvérek, sokan sok helyről érkeztünk, és szívünkben hozzuk személyes vágyainkat, kéréseinket, és mindazt, amiben megbíztak bennünket szeretteink. És ezeket megtisztult lélekkel, őszinte felajánlással és ajándékként hozzuk ide, és kérjük az Úr végtelen szeretetét, cseréljünk, hadd hagyjuk itt, ami a szívünkben, lelkünkben van, és hadd töltekezzünk szívünkben mindazzal, amit az Úr nekünk akar ajándékozni, és majd hazavihetünk szeretteinknek. És hogy ez a csere eredményes és gyümölcsöző legyen, nézzünk önmagunkba, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istenem, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és marasztással. Én védkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szetőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem. Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Dicsőség a magasságban Istennel.
Könyörögjünk, mindenható Isten, dicsőíte magasztaljuk szeretett fiat szívét, és megemlékezünk arról, hogy mennyi jó téteménnyel mutatta meg irántunk való szeretetét. Hát, hogy ajándékait mennyei forrásából, szeretett fiat szívéből elnyerjük bőven áró kegyelmedet, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Isten azonban azzal bizonyítja irántunk való szeretetét,
hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. Most, hogy vére árán igazrá váltunk, még inkább megment bennünket haragjától. Mert ha Isten fia halálba kiengesztette, akkor, amikor még ellenségek voltunk, most, hogy kibékültünk vele, az ő életében beoltva még könnyebben megszabadulunk. Sőt, ezen felül még dicsekszünk is az Istenben, Urunk Jézus Krisztus által, aki megszerezte nekünk a kiengesztelődést. Ez az Isten igéje. Kedves zarándok testvérek, Jézus szentséges szívét jöttünk ünnepelni. Sokat tudunk a szívről, de még többet nem tudunk róla. Tudjuk, hogy nélkülözhetetlen az élethez ez a motorja, és ha nem jól működik, akkor akadozik az életünk. Szükséges, hogy szüntelenül ellenőrizzük, és megtegyünk mindent, ami segíti a működésében. Szükséges, hogy kiiktassuk azokat a káros tényezőket, meg terhelnék, vagy akadályoznák a szabályos működésben. De a szív ennél sokkal több. Az érzelmeink központja. Szívünk szeretetével fordulunk egymás felé. Nézd meg az édesanyát, ahogy magához öleli újszülött gyermekét.
ahogy az édesapa elsírja magát a születés pillanatában, ahogy a szerelmes ifjú átöleli kedvesét, ahogy megöleljük a szülőket és a nagyszülőket, vagy ahogy a nagyszülő várja unokájának látogatását. Isten így teremtett minket, belehelyezett minket az ő szeretetébe, és mindannyian ebben a szeretetben részesedve születtünk meg. Ott él bennünk az Isten lényege, a szeretet. Beleoltott minket a létezésbe, a saját életébe. Ezért, ha két ember nem tudja szeretni egymást, az természetellenes eset. Ott valami megtört. Elhajolt az Isten teremtő tervétől. És ez tragédia egy család életében, és háborús helyzet a nemzetek között. Ha az önzés, a gőg, a rátartiság elszigeteli az embert a másik embertől. De ennél van egy még nagyobb tragédia, ha az ember nem szereti a teremtőjét, az Istent. Ha képes arra, hogy ne szeresse. Mert abból kiderül, hogy létét tekintve identitásválságba került, nem tudja, hogy önmaga kicsoda, és mivel tartozik ahhoz, hogyan tartozik ahhoz, akitől az életét és ahhoz minden szükséges kegyelmi ajándékot kapja. Ez pedig felér azzal, hogy lemondott az életéről, az örök boldogságáról. Nézhetjük ezt a kérdést a másik oldalról is. Mi lenne, ha az Isten egyszer csak nem szeretné az embert? Ez lenne az emberiség vége. Isten megvonná tőlünk a szeretetét, a létezésünket, mi pedig a semmibe hullanánk. Csak hogy ez lehetetlen, ez ellentmondás lenne, hiszen Isten a szeretet, és aki szeret, az nem tud egyszer csak nem szeretni. Ezért felfoghatatlan, ha egy házasságban elhangzik, hogy ki szerettünk egymásból. Ha tehát az Isten megvonná tőlünk a szeretetét, az életfeltételünk szűnne meg. Ahogy a napsugárzása vagy oxigén nélkül megszűnne az élet a Földön. Ez a tragédia nem érhet bennünket. Isten nem azért teremtett minket, hogy elpusztítson, ettől tehát nem kell félnünk. De mi a reális félelmünk? Az, hogy az ember nem képes szeretni az Istent, tehát nem viszonozza azt, amit tőle kap, elnyeli, nem sugározza vissza, és nem ad belőle másnak sem. És ezzel kirekeszti önmagát a szeretet áramlatából. Tehát az Isten szereti őt, de ő mégsem részesedik ebből a szeretetből olyan mértékben, amennyire neki erre szüksége lenne. Tehát saját magunk okozhatjuk a veszteségünket, ha elzárkózunk az éltető napfény az Isten kegyelme elől. És ekkor következik az Isten megmentő beavatkozása. Amikor azt tapasztalja, hogy az ember lelassult, leállt, megbicsaklott az élete, megtalálja az utat hozzánk, még akkor is, hogyha mi bezártuk előtte a szívünket. Azt mondja Jézus, hogy az ajtónk előtt áll, kopogtat, és aki kinyitja neki ajtaját, ahhoz bemegy, és vele étkezik. De arról csak titokzatosan szól az Úr, hogy mit tesz akkor, ha valaki
nem nyit ajtót neki. Megvárja, míg felébred az ember. Ő akkor is tovább szereti, ha nem kap viszonzást. És ez ment meg minket az önzésünk fagyos levegőjétől. Isten végtelen szeretete felmelegíti a meggémberedett tagjainkat, és szívére öleli mindazt, aki tudatlanságában távolságot akarna tartani tőle. És mi a mai ünnepen erre az isteni szeretetre emeljük fel a tekintetünket, aki föléje emelkedik a mi értetlenségünknek, és belénk szereti önmagát, akkor is, hogyha mi nem érdeklődünk iránta méltóképpen. Pál apostol így biztatja a gyenge embert, ha mi hűtlenné válunk, ő akkor is hű marad, mert önmagát nem tagadhatja meg. Istenre tehát mindig számíthatunk. Ami a mi szeretetünknek látszik a Földön, az valójában az ő szeretete mi bennünk. Nélküle semmit sem tehetnénk. Szeretni se tudnánk. Ő nyitja meg nekünk önmagát, és mint a szeretet központja árad ki felénk, és adja magát nekünk, hogy rajtunk keresztül növekedhessen a Földön a szeretet. Közismert és névtelen szentek tanúskodnak arról, hogy miként nyilatkozott meg számukra az Isten szeretete. 600 évvel ezelőtt itt Bátán. És a világon még 140 templomban nyilatkoztatta ki Jézus, hogy valóságosan jelen van az átváltoztatott ostya és bor színe alatt. Az egyik legismertebb láncsánói oltári szentség csoda a 8. században történt, és a mai napig épségben van a hússá lett ostya és a vérré lett bor. Üvegkehelyben látható, és szemlélheti őt mindenki, és hálálkodhat az Úrnak, hogy ilyen irgalmas hozzánk, hogy bizonyítékokkal szolgál nekünk, amikor mi kételkedünk. Jézus többször megismételte a nagy ígéretét, hogy aki tisztelettel és imádással fordul az ő szent szíve felé, tehát az isteni szeretet felé, és 9 hónapon keresztül, 9 hónap az élet kialakulása, első péntekenként szentáldozáshoz járul, annak megígéri, hogy bűnbánatot tartva fog meghalni, tehát az üdvösség ígéretét adta az emberiségnek. És kortársunk, az egy éve boldoggá avatott 15 éves olasz fiú, Carlo Acutis, rövid életének minden percét az oltári szentségre irányította. És azért tevékenykedett, hogy megszerettesse barátaival és a felnőttekkel, köztünk maradt Jézust az oltári szentségben. Mindig egységben lenni Jézussal, ez az én életprogramom, az eukarisztia az én autópályám az ég felé, mondta. Az Úr különleges kegyelme vezette ezt a fiút, hogy rövid élete teljessé lett. Hiszen nem tudhatta, hogy csak 15 év adatik neki itt a Földön, és ebbe a pár évbe belefért minden, amit ő elérhetett az Úr barátságában és az ő meghirdetésében. Fiatal kora ellenére világosan látja, és irigylésre méltóan fogalmazza a végtelen, ami szülőföldünk. Időtlen idők óta várnak minket a mennyországban. Testvérek, hogyha erre tudnánk figyelni, egészen más lenne az életünk. Ha tudnánk azt, hogy nem ide szólt a meghívásunk, hanem
ott van a szülőföldünk, és ott várnak bennünket, akkor minden idegszálunkkal és igyekezetünkkel arra figyelnénk, hogy minden lépéssel abba az irányba lépünk tovább. Testvérek, nagy tanítás ezeknek a szenteknek az élete. El kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan kerülhetnénk közelebb mi is Jézushoz. Hogyan lehetnénk hűségesebb barátai az Isten fiának. Először is meg kell látnunk, hogy mi akadályozza a nyitottságunkat, és lelkünk érlelődését, és lelkünk érdeklődését, szárnyalását az Úr iránt. Mi ékelődött közénk, amit többre tartunk, mint az Isten szeretetét? Mi az, ami elégnek tűnik nekünk, és azt öleljük át az Isten helyett? És ha megtaláltuk ezt az akadályozó tényezőt, ami mostanáig elválasztott minket az igaz szeretettől, akkor azt ki kell iktatni az életünkből. Legyen hála a szívünkben, hogy Isten ilyen türelmes irántunk, és megvárta lelki ébredésünket. De most már cselekedni kell. Hogyan tudjuk kiiktatni a bűn szeretetét az életünkből? Meg kell látnunk, mi az, ami több a bűn kínálatánál. Valaki tréfásan megkérdezte, hogy tudod-e, hogy hogyan lehet elvenni egy kutyától a csontot? Hát mindenki rávágja, hogy sehogy, a kutya azt el nem engedi, dehogy nem, ha adsz neki egy szelet rántott húst. Azaz, meg kell látnunk, hogy mit kínál Isten a bűn helyett. És ennek a végtelen szeretetnek kell átvennie a helyet a szívünkben. És ezért kell szüntelenül hálát adnunk Istennek, hogy erre a tökéletes isteni boldogságra hívott meg bennünket. Ha meghívnak bennünket egy ünnepségre, úgy illik, hogy ajándékot vigyünk az ünnepeltnek. Kétségtelen, hogy ezzel a mostani zarándoklattal mi is igyekszünk Jézusnak ajándékozni valamit magunkból. De valójában az ajándékot ő adja nekünk. Felnyitja a szemünket arra kincsre, amit nekünk készített, amivel szabad élnünk, hogy a gyarlóságaink ellenére eljussunk a mennyei dicsőségbe. A reményt adja nekünk, a lehetőséget. Nyitva van az ajtó, beléphetünk. Irgalmassága rátekint a lelki mozgáskorlátozottságunkra, látja, milyen nehézkesen lépünk, és türelemmel kivárja, mire odaérünk. De folyamatban kell lennünk, haladnunk kell. Még ha lassan is tudunk menni, nem adhatjuk fel. Élnünk kell azokkal az isteni rásegítésekkel, a mozgáskorlátozottakat segítő eszközökkel, lelki értelemben, bot, mankó, járókeret, melyek pótolják az emberi rátermettségünket, és megteszik bennünk azt, amire mi képtelenek vagyunk. Ez az Isten kegyelme, az ő irgalmassága, hogy kiment bennünket a sötétségből és homályból, és eláraszt minket az ő fényességével, hogy lássunk. Lássuk őt, lássuk magunkat, feladatainkat, lehetőségeinket, embertársainkat, akiket szabad szeretni. Isten olyan Isten, aki a megtört nátszálat nem töri el, a füstölgő mécses nem oltja ki, akinek fontos a tékozló fiának hazatérése, az elveszett századik bárány megtalálása, mert Isten nem a tömeget szereti, hanem az egyes embert. Nem elég neki, hogy vannak sokan, akik hűségesek hozzá, hanem meg akar menteni mindenkit, téged is, azokat is, akik
A lelkedben jöttek most ide, mert ők maguk a saját lábukon nem akartak jönni. Testvérek, tekintsük át az életünket, és lássuk meg, hányszor tapasztaltuk már Isten végtelen jóságát, hányszor mentett ki minket szorult helyzetünkből, és emelt fel magához a sárból. Ha hálásak vagyunk ezért, akkor ezzel növeljük a készségünket, hogy máskor is megtehesse ezt velünk. Mert észleljük, hogy most akar felemelni. Ha ott van bennünk állandóan ennek az ismerete, hogy most, és holnap is most, akkor mindig készségesek vagyunk, hogy elrugaszkodjunk a föld, az anyag, a sár vonzerejétől, és együtt működjünk Isten jóságával. Mi magunk is akarunk felemelkedni. De ha nem vesszük észre az irántunk való jóságát, akkor elnehezülhet a szívünk, és hosszú időre beleragadhatunk a nem kívánatos sárba, a bűn mocsarába. Mindezért a jóért, amit az Isten nekünk készít, csak annyit kell tennünk, hála legyen a szívünkben. Ez alakítja a lelkünkben a készséget, a felemelhetőséget. A hála lesz a híd, az átjáró Isten és köztem, hogy szabadon közlekedhessünk egymás felé. Arra kérlek, kezd minden imádságodat a hála megfogalmazásával. Ne kéreges folyton, hanem legyél hálás. Még a kellemetlen dolgokért is. Isten azokba is elrejtett számodra valami nagyon értékes ajándékot. Talán emlékeztek Olofszon Placid Bencés atyára, aki 5 éve halt meg 100 éves korában. 1946-ban a szovjet katonai bíróság poholt vádak alapján 10 év fogságra ítélte, melyet a gulágon kellett eltöltenie. És Placid atya ott az elviselhetetlen és megalázó körülmények között talált rá új hivatására, tartani a lelket a fogolytársakban. És 4 pontban megalkotta a túlélés szabályait. Köztük az volt a legfontosabb, hogy egész nap tudatosan keressék, milyen öröm éri őket. Döbbenetes a gulágon öröm. A legapróbb fényességet, szeretetet, gesztus kezdték számolni a foglyok. És este cellatársaiknak beszámoltak arról, hogy ki mennyit vett észre ebből a jóságból. A pálmát 17 örömteli esemény vitte az életükben. És így tudták a legborzalmasabb eseményeket is derűs lélekkel és jóságra irányított figyelemmel megélni. Testvérek, lehet, hogy a külalak néha visszataszító, na de a tartalom? Lehet, hogy a csomagoló papír nagyon gyűrött és szakadozott, amiben kapunk valamit, de ami benne van, az hatalmas érték. Ma különösen figyelünk a betegekre ezen az zarándoklaton. Mindegyikünk tudna valamiért panaszkodni, de testvérek, attól nem lesz jobb, csak rosszabb. Mert lélektanilag a homály és a sötétség lesz urrá rajtunk. Keressük inkább a nehéz körülmények között is azt a jót, ami Isten ajándékaként ér bennünket. Igyekezzünk örülni minden apróságnak. A szomorúság, a lehangoltság nem az élet szentség jele. És ha Krisztussal együtt vállaljuk a keresztet, akkor a legnagyobb biztonságban vagyunk. És minden okunk megvan arra, hogy derűvel és reményteljesen nézzünk a jelenre és a közeljövőre.
Az Úr senkit nem hagy magára. Különösképpen azt nem, aki vele együtt vállalja az áldozatot. Tekintsük dicsőségünknek, hogy az Úr meghívott minket a vele való közös küzdelemre. Jézus elvárta a meggyógyított leprásoktól, hogy köszönetet mondjanak a gyógyulásukért. Jézus tőlünk is várja, hogy megtaláljuk a küzdelmek közepette is azt a jót, amit meg lehet köszönni neki. Tehát köszönd meg azt is, ha lekéstél egy autóbuszt, ha félreértettek, ha megnehezteltek rád, ha ártatlanul megvádoltak valamivel, és azt is, ha Isten megengedte, hogy gyarlóságodban eles, és meg kellett tapasztalnod, hogy bűnös vagy. Mondd, van-e ennél magasztosabb pillanat, mint amikor Jézus átölel téged, és azt mondja, engem is félreértettek, engem is megítéltek, én is kerültem a földre a teher miatt, engem is megbántottak, amikor nem figyeltek rám. És most te is átéreztél valamit abból, amit én vállaltam, értetek? És ez a Jézussal közös sorsunk különleges ajándékot nyújt nekünk. Az isteni irgalom felemel minket az ő magaslatára, és ott ölel át minket, mint akik készek voltunk úgy járni, mint ahogy ő járt velünk. És ekkor jutottunk a legmagasabbra, ez az életünk igazi lelki csúcspontja, amikor egy kicsit olyanná lehettünk, mint Jézus. Ismerjük a Jézus szíve litániát, bensőséges megszólításokkal fordulunk üdvözítőnkhöz, és bizonyára nem sértjük meg azzal Jézust, hogyha mi is megfogalmazunk személyesen egy-egy megszólítást, valami olyat, ami csak az én szívemből fakad, ahogy én érzem őt. És merem így szólítani Jézus szíve, aki megajándékoztál engem szívünk közös dobbanásával. Hálát adok neked érte. Testvérem, összegezve azt mondanám, hogy Isten szeret engem, és ez így is marad. Én szeretném őt jobban szeretni, hiszen ebben rejlik az örök életem biztosítéka. Keresem és átveszem tőle azt, ami az én szeretetlenségem és az ő szeretete között mégis átsugárzik felém. Ami a differenciát kiegyenlíti, és élek ebből a többletből, ami nem jár nekem, mégis az irgalmas Isten nekem szánja, és én örömmel elfogadom. És ez a hivatásom, az életfeladatom megoldása, a hálás szív, ami lükte, folytonosan dolgozik bennem, és perceként 70-szer dobban. Testvérek, adjunk új értelmet szívünk fáradhatatlan munkálkodásának, és ruházzuk fel azzal a lelki feladattal, hogy nem önmagunkért, nem is csak másokért, hanem elsődlegesen az Istenért dobogjon. Gondoljunk erre minden nap, és ugye elfelejtenénk, írjuk fel egy papírra, ragasszuk fel a munkaasztalunkra, konyhában a csempére, hogy naponta többször lássuk és emlékezzünk, a szívem az Istené. Érted, dobog? Ebből fakadóan nem elégszem meg a sekélyes, középszerű cselekedetekkel, hanem boldogan élem meg azt a magaslatot, ahova az Isten önmaga mellé fölemelt engem. Amen. Hiszek egy Istenben,
Ignácio Fidelio, nincs? Utána? Kedves testvéreim, ez a megáldott olaj a Szent Háromság egy Isten embert szerető jóságának jele és eszköze. Illő tehát, hogy amikor most a kezünkbe vesszük Isten jóságát, megköszönjük és mondjuk, áldott légy Istenünk. Áldott légy Istenünk mindenható Atyám, aki értünk és a mi üdvösségünkért ti adat a világba küldte. Áldott. Áldott légy Istenünk egyszülött fiú, aki értünk emberré lettél, hogy betegségeinket gyógyíts. Áldott légy Istenünk, vigasztaló Szentlélek, aki gyenge testünkben a magad erejét öntöd. Áldott légy Istenünk. Urunk Istenünk, mélységes hittel megkenjük testvéreinket a szent olajjal, nyerjenek szenvedésükben enyhülést és gyengeségükben erőt Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kérem idős és beteg testvéreinket, mint ahogy szent áldozáshoz járulnak, itt két csoportban jöjjenek ide az oltár elé, és legyenek szívesek a tenyerüket fölfelé fordítani, hogy a betegek olajával meg tudjuk kenni. Ja, köszönöm. Könnyebben tudok. Ja, köszönöm. Szentkedet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével, amen. Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged és erősítsen meg jóságosan. Amen. Szentkedet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével, amen. Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged és erősítsen meg jóságosan. E szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével, amen. Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged és erősítsen meg jóságosan. A szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével, amen. Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged és erősítsen meg jóságosan. E szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével, amen. Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged és erősítsen meg jóságosan. E szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével, amen. Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged és erősítsen meg jóságosan. E szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével, amen. Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged és erősítsen meg jóságosan, amen. E szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével, amen. Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged és erősítsen meg jóságosan, amen. E szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével, amen. Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged és erősítsen meg jóságosan. E szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével, amen. Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged és erősítsen meg jóságosan. E szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével, amen. Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged és erősítsen meg jóságosan. E szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével, amen. Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged és erősítsen meg jóságosan. E szent kenet által és nagy irgalmassága szerint
segítsen meg téged az Úr a Szent Élek kegyelmével, amen. Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged, és erősítsen meg jóságosan, amen. A Szent Kenet által is nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szent Élek kegyelmével, amen. Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged, és erősítsen meg jóságosan, amen. A Szent Kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szent Élek kegyelmével, amen. Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged, és erősítsen meg jóságosan, amen. A Szent Kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szent Élek kegyelmével, amen. Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged, és erősítsen meg jóságosan, amen. Testvéreim, forduljunk bizalommal Urunkhoz és jó pásztorunkhoz, Jézus Krisztushoz, akinek szentséges szíve szeret bennünket, és minden ügyünkben gondunkat viseli. Légyünk főpásztora, lelki pásztorainknak, szentatyánknak, püspökeinknek és papjainknak, hogy szívenceit vezessék a rájuk bízott nyájra. Kérünk téged, hallgass meg minket. Támogassunk az államfőket, hogy az igazság és szeretet útján irányítsák népeiket a béke és a boldogulás felé. Kérünk téged, hallgass meg minket. Halljunk le, Urunk, irgalmas szívvel a megfáradtakhoz, és könnyítsd meg számukra az élet terheit. Kérünk téged, hallgass meg minket. Engedd, Urunk, hogy hívő közösségünk minden tagja megbocsátó és irgalmas szívű legyen, a te szent szíved példája szerint. Kérünk téged, hallgass meg minket. Elhűlt testvéreink, szentséges szíved ellenjék meg az örök uradalmat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, tekints irgalmasan hozzá könyörgő családodra, amely szívvel lélekkel rád hagyatkozik, és gondviselésedbe veti bizalmát. Maradj vele, éltesd és vezess, szabadíts meg minden bajtól, árazd el szent szíved áldásával, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Istenünk, tekints szeretet fiat kimondhatatlan szeretetére, hogy amit most neked felajánlunk, legyen kedves előtted, és bűneinkért nyújtson engesztelést, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyán, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Ő csodálatos szeretetből életét áldozta, s a keresztfán magasba emelve odaadta önmagát értünk. Majd vér és víz ömlött sebb helyéből, mely átszúrt oldalán nyílott, hogy onnét jöjjenek létre a szentségek, melyekkel egyházát élteti, és mindenki vonzódjék az üdvözítő feltárt szívéhez, mindig örömmel merítve az élet vizéből, melyet az üdvösség forrása bőséggel áraszt. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük. Valóban szent vagy, Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott. Majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hitel halljunk feltámadást, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogsága Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal és minden szenttel együtt, az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népek kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, mondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Legyen békesség köztünk mindenkor. Béke veled. Béke veled. Se te lelked. Béke veled. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűnei, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és megtudod. Krisztus teste és vére. Oh.
Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a szeretet szentsége gyújtsa lángra szívünket, ez kössön össze minket mindenkor szent fiaddal, és tanítson meg arra, hogy felismerjük őt testvéreinkben, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Hálás szívvel, szeretettel szeretném megköszönni Balázs atyának, hogy eljött közénk, és ezt Jézus szilagúcsot megtartotta, buzdított bennünket. Ő többször járt már itt helyenként is Bátán, de a felújított kegyhelyen még nem visézett, és most mi ilyenkor szoktunk egy emléklapot adni, hogy szeretettel adnám át ezt az emléklapot. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Kedves testvéreknek pedig hirdetném a következőket. Szerdán lesz Szent Péter és Pál apostoloknak a fő ünnepe. Ezen a napon lesz Bátán is lesz Szent Mise. Este 7 órakor lesz a Szent Mihály templomban, tehát ne felejtsük el. Este 7 órakor a Szent Mihály templomban lesz Szent Péter és Pál apostolok ünnepén szerdán a Szent Mise. Pénteken a szokásos időben csendes szentségimádást végzik itt a bazilikában 6 órakor, 7 órakor pedig Szent Mise lesz hálából Eszterért. Jövő vasárnap évközi 14. vasárnap lesz, és itt a bazilikában 12:30-kor a szokásos időben ige liturgia lesz. Most pedig a Szent Mise befejezéseként lehozom ide az oltárra a Szentvér erekét, és Balázs atya a Szentvér erekével fog áldást adni a Szent Mise végén. Még az utolsó szójogán valamit hadd mondjak el. Egy búcsúból illik valami búcsú fiát vinni haza a szeretteinknek. Báta most a mai napon azzal a különlegességgel áll elő, hogy ezt a búcsú fiát ingyen adja mindegyikteknek. És azt a búcsú fiát a következőképpen értem, mit is vihettek haza magatokkal, amit a szívetekbe fogadtatok. Tehát azt a tapasztalatot, hogy az Isten milyen végtelenül szeret benneteket, mindegyikünket, ezt osszátok meg azokkal, akiket otthon találtok. Akiket szerettek, vagy akiket eddig nem szerettetek eléggé, osszátok ki magatok között, egymás közt azt az isteni ajándékot, amivel az Úr teletöltötte most a szíveteket. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Az Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek kerüljön a hálát.